Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Let's Play sorozatot Bohémiával itt a Crusader Kings 3-ban, ott, ahol legutóbb abbahagytuk. És gyanús nekem... Várj, mi? Valami fura van a Spymaster-ömmel. Valami történik. Utána járok, hogy mi zú vele. Lehet, hogy nem is a Baron Martin az a gyerekeinek az apja? Van, dan, dan. Mármint... Az Dank a gyereke. Na, értetek? Mindenképpen utána nézek. És közben viszont van nekem egy Intimidation-ön, egy olyanom, hogy... Kidnap... raboljunk el valakit. És ki is derült? Egy szexuális deviáns az asszony. Ezt kifejtenéd esetleg? Mert... Csak... Meséld el, hogy Mizu. Egyébként az van, hogy őt most megzsaroltam, és akkor elvileg ki is vehetem a tanácsból, ha valaki nem is túl okos. Úgyhogy igen. Opa. What? Meghalt? Meghalt gyerekszülés közben két nappal később. Azt a rohadt, azért ez kemény ez a játék, akárhogy is nézzük. Bocsánat, sajnálom, hogy csúnyát mondtam rád. Nem akartam. Egy kicsit azért mégis. Na jó. Oké, figyelj. Ide, ha bejönnél te... Te 8-as vagy. Te 8-as vagy. Ja, nem, rosszat nézek. Szóval te 10-es vagy. Te 2-es vagy. És te pedig 10-es vagy. Tehát mind a ketten jöhetnétek ide. A nagyhatalmú vazalusom, ő egyedül Stewardnek lenne jó. Tehát akkor behozom őt ide, és lecseréljük ezeket. Na mondjuk ez meg 8-as. Jó, tudjátok, hogy nem cseréljük le. Csak legyen ott a Prince Bishop Hartman. Élje ott nyugodtan az életét Spymasterként. Mert akkor ez lenne 10-es, ez lenne 10-es. És nekem igazából jobban megér, hogy a Stuartom legyen okosabb és a Spymaster butább. Mint hogy mindkettő slightly butább legyen. Sprouting Interest. Lehetnék herbalista. Én szeretnék herbalista lenni. Seeker of Knowledge. Nem lettem herbalista, de elkezdtem a tudást kutatni. Utána járni a tudásnak, mint egy... Itt van egy Magdeburg, aki nem része a HR-ének. Nem is tudom felajánlani neki annyira ezt a dolgot. Mert... Idézően messze vagyunk. Megint teres az asszony. Na, vajon egy fiú lesz? De ezt meg lehet oldani azzal, hogy elfoglalom ezt a jó embert. Vagy hát bevazalizálom. Vagyis hát... Elkérem a vazalusságot. Várjátok, hogy itt létrehoznám amúgy a... Unhaltot nem tudom létrehozni, Messent létre tudnám, de ahhoz most már minden terület az enyém. Thuringiát létre tudom. Ha Thuringiát létrehozom, akkor nem adná át Angriát, igaz? Az működne, hogy létrehozom Unhaltot. Négy Devire County kell a 6-ból. És utána, hogyha létrehozom, akkor van esély rá, hogy a szabadon lévő területeket, azokat ideadja nekem a császár. Ugyanezt el lehet játszani esetleg itt is. Ha Steyr területeket elfoglalok, akkor ugye, és megszűnik Steyrország, mert uszurpálom, akkor... három kéne. Akkor az utolsót ezt megkaphatnám, de az mondjuk annyira nem... Nem biztos, hogy az pont az, amit akarok. Az mostani karakterem az milyen egyébként? Ő egy midásztást, ő Stuart, az nekem tökéletes lenne, mert van egy olyan perk, amit... Ugye ezt írtát a kommentbe, de én meg korábban említettem, de mindannyian okosak vagyunk. Ezt akarom csak ezzel mondani. Szóval ez a meritocracy, amikor használhatom a Claim Throne scheme-et a főnök ellen, és igazából az egy jó alapja lenne annak, hogy el tudjam venni tőle a területeit. Bár valószínűleg itt Welf-et nem fogom lerakni. Welf nagyhatalmú, Welfnek szövetségese Anglia, tehát hogy majd inkább az én utódom, meg az ő utódja ezt lebunyózzák egymás között. Az ő utódja ugye Prince Heinrich, aki sajnos beteges, de mindegy is. Jó sok egyenek ezek a császárok amúgy. Konkrétan ez a Welf, ez már egy ideje itt van a fejemen. 57 éves ő is, nem is az én fejemen, az előzőn fej, az elődöm fején is ott van. Stanislava, juhú, az első kislány, ilyen. Jézusom, mennyi gyerekem van, would you look at that? Azért az kemény. Kasztulov jó lenne örökösnek.
Valahogy le kéne ezt papírozni. Ez úgy lehetne csak, hogyha A. kitagadom az öröklésből, vagy kiveszem az öröklésből Petrut, vagy B. Nincs B. Vagy meghal, nyilván. Böri? Hozzátok nincs közöm, igaz? Jó, örülök neki. Az a kérdés, hogy a fiam az milyen típusú ember? Na, ő például learninges. Tehát az nekem nem feltétlenül ideális. Ilyen szempontból a learningesség, mert azzal nehezebb, tehát azzal nem lehet csak úgy klémet rakni a főnökre. Mindegy, addig építem tovább itt a kis háttérországot, mert valószínűleg itt majd kard-kardnak fog menni. Na jó, lássuk, hogy mit akarnak ezúttal a emberek. Jön Yimram, aki egy polgármester, és jön Roznatazu Kromlova. My Leash, azt mondja, hogy szeretne lovag lenni. És tényleg? 13-as. Jó. Legyél lovag. A következő az maga az Archbishop. Ő az én Archbishopom? Azt hiszem, igen. Van egy ikertestvére, de jó. Hát látom a hasonlóságot amúgy. És miért van börtönben? Tudod mit? Nem is érdekel. Szóval azt mondja, hogy építsünk Bluzenben egy templomot. És ad rá pénzt. Vagyis azt mondja, hogyha építünk Bluzenben egy templomot, akkor most 400 arany helyett 320-ért megépíthetjük. De akkor már tele lesz Bluzen templommal, az nem gond? Végülis annyira nem. Mert Bluzenben sok dolog elfér. Jó, legyen. Legyen Istenért és a hazáért. És végül Hermesinda és Domaslav. Domaslav Obran. Ja, tudom ez a, hogy így rabolják a testeket. A temetőkből. És hát... mondhatnám, hogy ez sajnálatos, hogy így van, de hogy nem nagyon tudunk mit csinálni. Vagy itt vannak ezek, mivel én torturer vagyok, ezért mondhatom, hogy de miért nem hívtál meg engem is? Meg azt is, hogy igazából az élő alanyok még jobbak lennének, és Domaslava lesz ez az élő alany. Hát, bocs Domaslava, no hard feelings, de ezt most meg kellett tenni. És ezzel fel is ment 100-ra a dreadem, úgy látom. Az van, hogy ezt a karaktert én nem érzem annyira ilyen kegyetlennek, amennyire papíron az. Oda tudnám adni ennek a Count Philipnek az egész Tájérországot? Mondjuk az nagyon jelentős terület. De az jó lenne. Szóval papíron olyan tök kegyetlen meg minden, de őt valahogy nem érzem annak. Bajorország ellen, itt is megszerezhetnénk az egész Bajorországot egy kis grófnak. Ezek mondjuk nem lennének rosszak, lenne végre egy normális háború. Ez megint nem számít, és itt pedig van egy, mondjuk az elég kemény, Visztulánia területet meg tudnám szerezni. Lengyelországban lerakták azt a beteges gyereket a trónról? Ilyen nagyon érdekes arcú nő került a helyén. Ő a nővére a Prince Boleslavnak, akit leretek. Ő egy kicsit beteges ez a gyerek, szerencsétlen. Valamit kikutattunk kulturálisan, nem tudom mit. De biztos, hogy nagyon fontos volt. Armillary's Fell az annyira nem fontos. Ezek sem. Szerintem lapozhatunk az Early Medieval-re. És most ugye itt nem kell pusholni az öröklési rendváltoztatást, ami a heraldry lenne. Helyette compress several of your claims in a single war. Ez viszont nagyon fontos. Divine Right, let's go. A perkek pedig nem tudom, murder skin power. Bár annyira nem akarok megölni senkit. Mármint őt igen. Prerobot. Vagy Petrut. 21 a 36-hoz. Öljük meg. Figyeljetek, én most egy skimmelő karakter vagyok. Szóval igen, öljük meg, goddammit. Ezért nem érzem, hogy ő tényleg ennyire skímelne, mert nem skímelek vele, de hogy kéne. Lefizetek mindenkit is. Na, ez a kettő elég lesz? 51 a 66-hoz, és 75 a 90-hez. Én ezt megpróbálom 75 a 90-hez. Félő, hogyha behívok embereket még pluszba, akkor lebukunk. Ez milyen háború?
Tyranny. Aha. Na most amúgy én nagyon szívesen odaadnám ezt a földet. Neked vannak fiaid? Egy darab fiad van csak. Oh no. Igen, ezt nem akarom, hogy egy vazulusom túl nagy hatalomra tegyen szert. Mi volt a másik? A bajoros háború? Az kinek adna mit? Egész Bajorországot, az oké. Okay. Valpurgának adná. Az te vagy. És neked van két fiad. Rudolf és Goswin. Ha te megkapnád még a bécsi hercegi címet, akkor utána az ketté válna. Így nem fog. Mert akkor lehet, hogy Bajorországot lenne érdemes pusholni. Rottenburg, 200, igen, 600, ez nem nagy probléma lenne. Próbáljuk meg akkor bajorokat is behúzni alám. Ja, ez egy viszonylag jó ötletnek tűnik. És utána megkapja ez a nő a bécsi hercegi címet is. Meg ezt is. És aztán megöljük. És hogyha meghal, akkor ketté megy a cím. Ez a megölés nem biztos, hogy sikerülni fog egyébként. Mert hogy én is azért már közelebb vagyok a halálhoz, mint a nem. 63 éves vagyok, rossz az egészségem. Tehát bármikor meghalhatok. Még hátra előtte sikerül végezni ezzel a sráccal. Petrorrel, ebből még van elvileg 8 hónap hátra. Ha nem, hát akkor megyünk a félszemű emberrel, hát Istenem. Itt most nem tudom, egyesíti a seregeit, akkor viszont legyen az, hogy kettészedünk, te maradsz itt, a másik pedig, de ne arra már te, kerüld meg a hegyeket, és úgy menj oda. Nem éri ezek milyen hegyek, de hegyek. Mármint azon túl, hogy Alpok. És ezt viszont akkor vigye a jó tábornokom, 28-as Winter Soldier, sajnos a nyár közepén vagyok. És mire odaérek, akkorra sem fog leesni a hó. Közben meghalt Hermeszin, de aki minden is volt az udvaromban. Scheme discovered. Ez viszont gond. De nem baj, mert akkor most már rádobhatom az összes embert, akit el tudok képzelni. Tehát mindenki segítsen. Mert most már nem félek, hogy lebukunk. Nem tudja, hogy én voltam viszont. De így már csak 30% az esély. Azt ott nem fogjuk elkapni. Esetleg, hogyha váltanék fókuszt, akkor növekedne az esély? Igen. Intrig plusz 3, egy picit igen. Meg Agent Acceptance, de nem hiszem, hogy azon múlik, vagy múlott. De még egy valakit be tudok így hívni. Jó. Na, hova megy ez az ember? Ide. Itt akkor megküzdök én te veled. Várj. Ha belokkolna... Akkor ha ott kapom el, és ott el tudom kapni, igen, el tudom ott kapni, akkor viszont én fogok védekezni ebben a csatában. És hát az kell, mert így is éppen hogy nyerünk, látjátok? Képzétek el, hogyha én támadtam volna a hegyekben, míg nagyon necces ez a csata, sokkal neccesebb, mint szeretném. Meghalt az architektem, felment a prestige szintem, murder on route. Jó, fizessünk. És diszkrét volt az ember, akit megkértünk, hogy segítsen nekünk térképet rajzolni. Itt délen is zajlik egy ostrom, ugye ez a szövetségese viszi ezt a támadást. Prince Jakub. Ó, nagyon beteges a néni sajnos. Mondjuk azt nem hiszem, hogy sokat számít, hogy ő beteges. Jó, sikerült megölni a Petrot, és így pedig a... Az én fiacskám kerül a trónra. Látjátok? Könnyű ez. Ő egyébként nem túl fiatal már. Hát 33 végül is nem olyan rossz. És megtanulta a High German-t. Milyen nagyszerű ember. Gyűjtögeti a presztízset. Mondjuk ha pénzt gyűjtögetni ilyen lelkesedésre, annak még jobban örülnék. Azok közben elkezdtek összeállni. Az egy viszonylag szép sereg, amit ott összepakoltak maguknak. Azt mondja a játék, hogy megverem. Ugye én fogok támadni az erdőben, de az erdő nem olyan borzasztó, mint a hegyek. Hát... Jó, ez nem úgy tűnik, mint amit megnyerek. Kicsit túl optimista volt most a játék, de elvileg, hogyha megvan az ostrom, akkor mehetek segíteni. Csak odaérjek időben. Menj, fúss! Amúgy vége a háborúnak. De most már el akarom kapni azokat a
el akarok kapni embereket, akiket aztán ki lehet engedni. Ugye Rapotót kiengedjük 10 aranyért, meg az unoköcsémet, Jakubot. Nem tudom, hogy került hozzám. De oké, ő már 50 aranyat ér. És megvan a csata, és... Forszoljuk a demandot. Nagyszerű. És akkor most az van, hogy ugye ez a nő megkapta azokat a területeket. A férje, Duke Frantisekobba várja, borzasztóan néz ki. De hogyha őt megölném, akkor szétmenne a birodalma. Ha megölném simán, akkor nem. De hogyha megkapja az osztrák címet is, akkor igen. Úgyhogy gyilkoljuk meg. Vagy várj, el tudom tőle venni. Az se rossz. Egyszerűen csak visszaveszem ezt a címet. És használom a húkot, amit most kaptam. Sajnos generous vagyok. Ja. Nem is kell használni a húkot. Simán ideadja. Meg nem lesz boldog. Hát akkor egyszer... Nem azt mondom, hogy egyszerűbb, de akkor már inkább azzal kéne menni, hogy... hogy megöletni, nem? 70 és 85. Jó, próbáljuk meg megölni. Mikor már közel jár a teljesüléshez a gyilkossági kísérlet, Count Otto fog egyedül segíteni nekem ebben, akkor... Na, ez is hozott pénzt. Ó, próbálkozik, de dadog szegény. Amúgy nem dadog, csak előttem. Stressz dadog. Jó, az lényeg, hogy eljöttél, na. Örülök azért neked, na. Lehet, hogy nem látszik, de boldog vagyok. Tehát amikor már közel van a teljesüléshez ez a terv, akkor megkapja az osztrák címet is. Így el fogom veszíteni az osztrák címet, de legalább nem kell annyi vazalussal foglalkoznom. Elkezdtek egymás ellen... gyanakodni a vazallusaim, ami nekem ideális. Elvileg 12 hónap, és akkor ő így... Hát remélem összejön ez a terv. Szerintem itt ilyen sima öröklés van. Mondjuk nem úgy tűnik. Azt mondja, mindent ez fog örökölni. Ja, mert két címe van összesen. De szerintem, hogyha meg lesz a másik cím, akkor rendben jön. Akkor az lesz, amit szeretnék látni, hogy Rudolf megörökli az egyik hercegi címet, a másik hercegi címet, meg anyu. Rögtön van is, úgy látom, egy jó kis lázadás ellene. Tyranny a Duchess Walpurga. Ne aggódjatok már, mindjárt, már intézem. Hostile scheme success chance plusz 25%. Pápa, az így elhalmoz a pénzével. És amúgy tudjátok mit? Halmozzon is, basszus. Építem itt a szebbnél szebb... mik ezek? Templomokat. És hát tele van templomokkal az egész pluszem. Mondjuk a templomokban, meg az apátságban, meg ilyen helyekben szoktak sört főzni. Szóval az annyira nem elszállt ötlet, hogy itt nagy sörfőzések zajlanak majd pluszemben. Na, viszont rendbe kell raknom itt a udvaromat, mert nagyon sok ember kiesett. Hát ez nem a legzseniálisabb ember erre a feladat. Jó, meghalt a hóhérom is. Remélem van valaki a börtönömben, aki lehet hóhér. Lett egy cultural missionary, ugye ez egy speciális dolog. Benildének szeretője van. Várj, te ismerős vagy nekem. Prince Dobmil, a kuzinom a szeretője. 60 évesnek egy 26 éves, oké. Legyen. És akkor viszont ide kijelölöm az összes ilyen Master of Horse, Master of Hunt. Van még itt Royal Architect, az tök fontos. És szerencsére ez a Count Tiszta, ez ilyen excellent ilyen feladatokra. High Almoner, az legyen a Archbishop. Még van a Senecsel, szerintem az is ő lesz. Nem, ő nem lehet, akkor Benilde lesz, akinek szeretője van, tudjátok, az előbb már megbeszéltük. És végül pedig Court Jester, ez nem tudom, amúgy végül is lehet ő, mert ő egy poéta is, de ugye ezért nem lesznek mérgesek rám. Mert a CK3-ban, a Court Jester, CK2-ben a Court Jester az egy olyan pozi volt, amit annak adtál, akit gyűlöltél. És ezért ő cserébe visszagyűlölt. De itt lehet, hogy nem. Itt úgy tűnik, hogy nem így működik az élet. Na, Missouri Energy államben közben
Jeruzsálem most már a HRI-hez tartozik. Megörökölte. Növekedett a court physicianem tudása, az mondjuk jó, mert ugye ő az archbishop is, tehát akkor gyorsabb, vagy eredményesebb abban, hiszen ott van egy novice physician plusz egy learning, meg a, maga a court physician pozíció is plusz egy learninget ad. Hogy állunk itt közben? Gyilkossággal 3 hónap. Jó, akkor szerintem most te megkapod Grand Titles és Duchy of Austria. És most meglátjuk, hogy jól sikerült, amit szerettem volna elérni. Igen, Rudolf fogja megkapni az Ausztriát, a másik pedig Bajorországot. Várj, te kapod meg a County of Vient? Ja, mert az az egy címe van anyádnak. Jó, mindegy, nem kell, hogy értelme legyen, persze játék, csak ne is adj nekem lehetőséget arra, hogy valami értelmeset hozzak össze, csak csináld. Ne is add meg az eszközöket rám. Oké, ez megvan, és akkor ketté osztodott Bajorország és Ausztria. Sajnos nagyon csúnyám. De majd hát, ha így szépen elrendezik magukat a dolgok. És a marsallom pedig végre lehet egy kompetens ember. Legalábbis, nem tudom, 2 hónapra. Mi történik az udvaromban? Büdös van. Nagyon büdös van a prágai kastélyban. Nem tudom feltétlenül miért, pedig egy nyúzott macskát se raktam ki. Aki ezt a point nem érti, vagy ezt az utalást, nem is volt ez point, inkább utalás, az nézze meg a Sirius-szal közös streamünket, mert ott történnek ilyen csodák. Tehát amúgy erre Count Tista, a Linz-nek a grófja hívja fel a figyelmemet. És hát jó, akkor itt van pénz. Tűnjön el a büdös szag. Azzal, hogy Ausztriát és az Ausztria nemeseket odaadtam, így azok már nem közvetlenül hozzám tartoznak, azzal amúgy jelentős bevételtől estem el. Konkrétan most 0 szaladón vagyok, sőt valamennyire, valamilyen szinten veszitek is pénzt. De nem sokára elkészülnek itt a... itt ezek. Ugye itt 10 hónap múlva van kész ez a vár, vagyis templom, ez 2 év múlva. Prágában elkészült már a javítás... vagy felépítmény. Mit javítottam? Nem ezt. Ezt. És ez elkészült. Igen. Oké. Okay. Akkor viszont ezeket is tudom javítani. Vagy fejleszteni. A Fell Pastures. Ez ugye a Hillside Fields-nek a tovább folytatása. Ez már 0.7 aranyat fog adni közvetlenül nekem. Szóval érdemes ezzel menni. Jól láttam, hogy a feleségem terhes. Ja. Hihetetlen. Közben kaptam egy Pridain kardot, meg egy Pridain laminál armort. Ezt... miért is? Egész pontosan? Ez nyilván jobb, de hagyd lássam, hogy ezzel mi volt. Count Alan ez a férje volt... nem. Ki volt ez? County of Acre. Ó, akkor valószínűleg valami jeruzsálemi dolog miatt történhetett ez. Ó, itt közben szegény Duke Oswin már teljesen lesérült, és steril a csávó. Hát az élet nem egyszerű neki sem. Közben sorra halnak az udvaromban az emberek. Esküszöm, nem én vagyok. Azt hiszem, természetes okoknál fogva halnak meg, de erről ne idézzetek. Jó, te vagy az új pohárnok. Hát nem pont pohárnok, de mindegy. És az udvari gyógyászom viszont van. Akkor oké, azzal semmi gond. Nincsen viszont kivégző tisztem. És ez a Bartol lesz pont jó lenne szerintem erre. Nem tudom, mikor a kivégző tiszthez. 6-os a prowess vagy a hóhér. 5-ös a marsal. Csak ez a fiatal ember, a többi meg nagyon öreg. Úgyhogy legyél te a executioner. Húkot nem adsz magadra, de nem baj, jó lesz így is. Meghalt a szeretőm, Bozena. És született még egy fiam, Ozsír. Lassan ki fog fogyni a fiú nevekből. Nem lesz több cseh fiú név. Kutyút megsimogattam, ezzel minimálisan lejjebb ment a stressz. Tartatnánk egy bulikát. Régen volt már bulika, és én alapvetően szeretek inni, szóval... nem tudom, miért nem tartok bulit mostanában, de... tessék, menjünk. Ja, ennek a bajolt csávónak szét fog esni a birodalma elég gyorsan. De nem baj, mert akármi is történik,
ez most már nálam marad. Tehát Bohémia királysága alatt marad ez a dolog. Jaj, na, a stíriai Warbannerre véletlenül megsérült. Miközben ez a Count Conrad táncolt. Gondolom. Nem, verekedett. Fizethettetek érte 75 forintot. Az mondjuk jónak tűnik. De kivel? Kasztolóval vagy Konráddal? Kasztolóv az a fiam. Öcsém. Trónörökösöm ráadásul. Jó, akkor a Konráddal fizettetem. Nekem úgyis több pénze van. Konrád, te paraszt. Fizess ki az okozott kárt. Bunkó fej. Zateki ember. És közben Vratislavnak született egy fia, Robert néven. Amúgy a... Ezének van fia? Kasztolovnak? Van egy... Ja, neki van a fekete hajú fia. Arra vagyok gyanús. Vagy arra gyanakszom, ugye, hogy az... Hát valami nem oké. Murderer, ki gyilkoltál meg? Vladislavát. És miért? Az nem derül ki sajnos. Igen, Revelőr lettem. És peticionáltam az uramat. Kérhetek tőle. Hát ezeket kérhetem. Végül is most egy county jöhetne. Nagyon nagy arc ez a császár. Most akkor épít nekem egy város, és gondolom szintén Pulzánban. Ó, te jó ég. Megyünk Galiciába. Hát let's go. És akkor ez Pulzán így viszont tele lesz. Oké. Koyata megtanulta az olasz nyelvet a pápától. Ugye ő itt van. Ez a fiam. Okos gyerek, én mindig tudtam. Amúgy tényleg okos gyerek? 34-es. Ja, elég okos. Nem is néztem az új örökösönnek milyenek a trétjei. Hát jó kakik. Hát ezt még lehetne amúgy javítani itt a dolgokon. Meg te hol laksz? Itt. De megpróbálom kideríteni, hogy tényleg övé-e a trónörökös, avagy nem-e. Mert ez most nekem elég priós lenne, ami azt illeti. Mert hogyha egy fia van és az nem tőlem van, akkor... vagy nem tőlem, hanem nem tőle van. Akkor az rengeteg kérdést vet föl, és igencsak problémás. Jött is hozzám úgy Kasztolov, legalább ilyen szép felépítésű ember. És pénzt nem hozott. Hálátlan egy fickó ez. Ki legyen a beneficiary-m? A kuzinom. Legyen Dobromil. Dobromilt, ki is őt? Néztük, hogy ő valaki. Ja, ő neki van az 60 éves szeretője. Jó, király, te leszel a beneficiary-m. És akkor ahova menni fogunk, az egy Galícia. Tehát erre a részre. Ami tőlem... Hát nincs messzebb, mint Jeruzsálem, de közelebb sincs. Én pont a kettő között vagyok. Mindig élek, meg kell őrülni. 66 éves vagyok. Ez a Frozen Grief módosító, ez nagyon rossz. Ettől nem lehet megszabadulni konkrétan. Azt hiszem... Igen, nincsen lejárta. Szóval... Ez egy para dolog. Minden esetre ennyi fért a mai részre. Be köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!